Akkor jó reggelt kívánok mindenkinek! Én Sellei Andrea vagyok, Miskolcról, a Dialóg Egyesülettől, és Mészáros Zsuzsával fogjuk ezt a napot házigazdaként kicsit segíteni, nagyon segíteni, és abban szeretnék néhány információt megosztani veletek, hogy mi is lesz a mai nap tartalma. Önrendelkezés témát választottunk, ami jól illeszkedik a bennünk élő hatalom nyári egyetem témájához, és nagyon fontos jó gyakorlatok, rossz gyakorlatok, kicsi esetek megosztása mellett fogunk egymásnak az erőforrásokhoz való viszonyokról tapasztalatokat cserélni. Ezt Zsuzsa kezdi, közösségi részvétel kinek fontos címmel, egy olyan felvezetésben, amiben megosztja a gondolatait velünk, és az első műhely az élelmiszer önrendelkezés témakörben elveket és gyakorlatokat oszt meg, Tracy műhelyvezetésével, és itt mindenkinek a nyitottságára számítunk. Azt szeretnénk kérni tőletek, hogy biztos, hogy a ti településeteken, életkörnyezetetekben is vannak élelmiszer önrendelkezős tapasztalatok, ezeket bátran osszátok meg majd azokkal a műhelyben résztvevőkkel, akik kicsit ugyan részletesebben fogják bemutatni ezeket az élményeiket, napi gyakorlatokat, de ehhez szeretnénk, ha hozzátennétek majd ti is. Kicsi szünet után Peremhelyzetben című műhelyünket Halmai Zsuzsa fogja vezetni, és szintén ebben a gyakorlatban vagy módszerben szeretnénk ezt élvezni, hogy a műhelyvezetés kérése az, hogy ott is, hogyha a ti környezetetekben, gyakorlatotokban vannak mély szegénységben élőkkel, peremhelyzetben élőkkel, bármilyen jó módszer, akkor ez is megosztásra kerüljön. Egy hosszabb ebédlés sziesta után két műhellyel fogunk gazdagodni. Az egyik a Város Megújítás Péterfi Ferenc vezetésével, és most kicsit így egyeztetek, hogy Feri, van-e igényünk projektorra? Nincsen, tehát... Nincsen, tehát azt szeretnénk, hogyha ebben a dómban lehetne süvegni Icának a felelősség új dimenziói műhelye, mert ő viszont projektorral készült, és ez a tér jobban felszerelt ilyen szempontból, és a mi város megújító műhelyünk a dómban lenne. Jó? Ezután pedig szintén két műhelyen zárul a napunk, a pénzről másképp. Fogunk egy picit beszélni közösségi alapítványokról és pénzpótló rendszereken keresztül két felvezetővel, Mészáros Zsuzsa műhelyvezetésében. Jelezni fogjuk nektek, hogyha megérkeztek a műhely résztvevők, és látjuk a technikai igényüket, hogy melyik helyszínen. És ezzel párhuzamosan a melegen ajánljuk tüzeléstechnikai módszerekről, a szociális tűzifától a biobrikettig, pedig ezzel párhuzamos másik műhelyel zárul a nap. Úgyhogy jó sok gyakorlati tapasztalatban leszünk ma gazdagabbak. Szeretném, ha ehhez ti is hozzájárulnátok. És akkor kérlek, Zsuzsa, hogy vezest fel a gondolataiddal a napot. Jó reggelt mindenkinek! Hát nem a címhez, nem ragaszkodnék a címhez. De azért elolvasom, mert biztos úgy... Nincs a fejetekben most azonnal, hogy mi is volt ennek a napnak a kiadott programba a bevezető szövege. Azért is olvasom el, mert nem erről szeretnék beszélni, de hogy legalább erről is legyen szó, meg ehhez is hozzáfűzhetitek a gondolataitokat. Tehát itt az önrendelkezés erőforrásokhoz való viszony, közösségi részvétel kinek fontos, ugye ezt mondta a Sali is, milyen érvek és tettek szólnak mellette is ellene. A közösségi munkában cél feltárni és megerősíteni a helyi közösségekben és a közösség egyes tagjaiban rejlő tudásokat, tapasztalatokat, képességeket. Egy szóval erőforrásokat, annak érdekében, hogy tudatosan éljék meg saját egyéni és közösség életüket, előrelépjenek a felelősségvállalás, a közös gondolkodás, tervezés és cselekvés, a hatalommal való kommunikáció, együttműködés, adott esetben konfliktus felvállalása útján. Ez a mondat is már arról szól, hogy a hatalom az egy rajtunk kívülálló dolog, akivel kommunikálni kell. Tehát itt azért a tegnapi beszélgetés, vagy a tegnapi előadásokra is utalva, azért én itt elgondolkodnék a fogalmazáson, hogy egy kívülálló dolognak gondolom ezt, vagy bennünk él a hatalom.
De az út se nem rövid, se nem egyetemi. Milyen eszközeink vannak erre, hogyan csökkenti a kiszolgáltatottságot, az egyén függését a hatalomtól, a közösség szervezettsége, milyen eszközeink lehetnek az erőforrások megtartására, visszaszerzésére, befolyásolására, vajon milyen értelmezésben beszélhetnek közösségekről a hatalmon lévők. Ez utóbbiról tegnap nem esett szó, és én ezt majd a végén esetleg föl is tenném egy ilyen beszélgetés tárgyává, vagy vitaindító kérdésként, hogy vajon milyen értelmezésben beszélhetnek a közösségről a hatalmon lévők. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy megpróbáljuk megfordítani a fejünkben ezt. Én inkább azt a kérdést tenném fel, hogy mi hajtja a közösségeket, és ez körülbelül olyan kérdés, hogyha itt megpróbálnám egy picit a társaságot felrázni, hogy értem én, hogy villanymotor, na de mi hajtja? Na, most akkor jön az az irodalmi szemelvény, amit mondtam tegnap, hogy azzal szeretném kezdeni, aminek nyilvánvaló többféle értelmezése is lesz, vagy lehetne. Én amikor ezt a témát kaptam, hogy erről beszéljek itt egy kis bevezetőt adjak, akkor nekem ez ugrott be azonnal. Hát azt gondoltam, hogy akkor valamit kiolvasok én ebből. Ez egy örkény egy perces lesz, 3 percben nem értem. Jaj, na várjátok, fölveszem a színészet, nem vagyok egy nagy előadó. Kedves Feri, az a harmadik kutya nem húz. Sajnos egy kicsit rövid az ostorom. Sőt, úgy veszem észre, hogy egy, mintha bicegne egy kicsit. Hogy ne bicegne, amikor 3 lába van? Jé, tényleg, nem kár egy nyomorék állatot kocsi elé fogni? Nézze meg jobban, Ilonka. Mind a 12 kutyám 3 lábú. Jaj, szegények. Inkább engem sajnáljon, Ilonkám. Az összes sintéreket végigjártam, amíg sikerült összeszednem 12 háromlábú kutyát. Lehet, hogy nem értek hozzá, de az ember azt hinné, hogy ha egy normális kutya jobban húz, kitartóbban húz. Ezt nem vitatom. Én azonban vérbeli városlakó vagyok. Mit kezdjek 12 négylábú kutyával? Csak nem fél tőlük, Feri. Én a szúnyog csipéstől is félek. A természet erőivel csinyen kell bánni. Mondjuk, hogy ezek a kutyák 4 lábúak. Mondjuk, hogy megbolondulnak valamitől. Mondjuk, hogy kitépik a gyeplőt a kezemből. Jobb nem is gondolni erre, Ilonkám. Akkor se értem. Ha fél a kutyáktól, akkor miért velük húzatja az autóját? Mert rosszul vezetek. Azt meg lehet tanulni. Félig, meddig, Ilonkám, az ember és az autó nem egyenrangú fél. Nézzen körül, egyetlen kutyavontatású autót se lehet látni. Elég baj az. Pedig az ember sajnos már nem bírja utolérni a technikát. Használni használja, valójában azonban retteg tőle. Én nem félek az autótól, csak hogy ez a szimka óránként 150 kilométert tud megtenni. Ne fájdítsa a szívemet, Feri. Imádom a rohanást. Maga egy kissé terhetetlen. 10 napja indultunk el Pestről, és nézze, már Siófoknál vagyunk. 12 kutyával ez nem is olyan nagy teljesítmény. Hát persze, hogy nem az. Csak hogy én már Pesten behúztam a kéziféket. Nem túl óvatos maga egy kicsit? Pontosan ez az a tempó, amelyre teremtve vagyunk. Látja, mennyi ember, és mindenki minket bámul, irigykednek. Egészen ki van dülledve a szemük, mert látják, hogy a legszebb álmaink is megvalósíthatók. Annyira szeretem ezt, és sose gondoltam arra, hogy az erőforrások kapcsán ezt kellene elolvasni. Most az én olvasatom következik, ebben nagyon sok mindent szerintem ki lehetne olvasni. De ezen gondolkodom, hogy van a 3 lábú kutya, vagy kutyák,
plusz még a kézifék. És hát ebből ugye annak, aki a háromlábú kutyákat birtokolja, egy elégedettsége, hogy elértek Sivafokig. Elérte a céljait tulajdonképpen. Ilyen is, olyan is, de a miénk, tehát az felett rendelkezik, azzal meg van elégedve, az egy olyan dolog, ami számára biztonságot nyújt, mert nem rohannak annyira, abban a tempóban halad, ahogy ő azt elképzelte, és eléri a célját, és ezért aztán elégedett. Aztán ott vannak a gyors autók. És hát kielégítetlen vágyak. Hát ez eléggé ellentmondásban van egymással. És az a kérdés, hogy hát meg tudjuk-e ezt szerezni? Meg tudjátok, tegnap este az a kérdés is felvetődött, hogy be kell gyorsítani. Ugye ez jött ki ott a végén, hogy nem lehet már ezt a lassú tempót bírni. Nem igaz, hogy 20 éve is ugyanezt mondtuk, hogy kis közösségekkel szöszölünk, aztán majd egyszer beérik az és összeérik, és akkor majd megváltozik a világ, hanem be kell gyorsítani. Ugye tegnap azért nagyjából ez jött ki a beszélgetés végére. És akkor itt van ez, hogy vannak ilyen kielégítetlen vágyak, vannak gyors autók. Na most, és itt az erőforrások kapcsán az a kérdés, meg tudjuk-e szerezni? Tehát az első az, hogy meg tudjuk-e szerezni. Tudjuk-e működtetni? És meg tudjuk-e tartani? Hát én ezt nyitva hagyom, tehát én nem gondolom azt, hogy nekem most ezt el kéne dönteni bárki helyett, vagy azt kellene mondani nagyon okosan, hogy ugyan már azok a háromlábú kutyákat, de utoljára maradok ennél a képnél, azokat a háromlábú kutyákat cserélje le egy autóra, és utána szágódjon vele, és nem tudja vezetni a dolgot, és akkor mindjárt az első árokba beleborul, vagy pedig szépen haladgasson azzal a háromlábú kutyával, kicsit behúzott kézifékkel, de érje el a célját, és legyen boldog és elégedett. Én nem tudnék ebbe dönteni egy közösség helyett sem, hogy melyiket válassza. Most az, hogy az én szívemhez miért állnak közel a háromlábú kutyák és a lassú haladás, az talán abból fakad, hogy amióta én 20 évvel közösségekkel foglalkozom, valahogy mindig úgy éreztem, hogy ezzel a kicsit lassú tempóval, ám de hogyha végre ezt a lassú tempót felvettük, akkor boldogan haladunk. És engem nagyon frusztrál az, hogyha állandó elégedetlenséget, állandó csak problémákat, semminek nem örülést, csak azt, hogy ez se jó, az se jó, amaz se jó, tulajdonképpen nem is tudunk rajta változtatni, mert mi tehetetlenek vagyunk, és stb. Ezt hallja az ember, egyszerűen frusztrálja, és nem alakul ki semmi pozitív jövőképe, ami felé lehetne haladni. Én elgondolkodtam azon, hogy van ugye ez a háromszög, amiben most én az egyik szögletébe a társadalmat gondolom be, a másik szögletébe a gazdaságot, a harmadikban meg a természetet, hogy ugye mi hajtja a társadalomban élőket. Én azt gondolom, de talán nem biztos, hogy egész jól el tudom magyarázni, hogy mit gondoltam erről, de megpróbálom, hogy vannak olyan eszmék és ideák, amik hajtják a társadalomban élőket, olyan ok, amelyek ilyen pozitív töltésűek. Tehát az, hogy béke, hogy szolidaritás, hogy a másik ember megbecsülése. Most én olyasmikről beszélek, amit most nem egy nagy, mit tudom én, akárkitől idézett eszmerendszer, hanem hogy amelyik ilyen talán akár a boldogság érzésével is tölti el az embert, hogyha körülötte ilyen van. Tehát hogyha ez a vágykép él benne, akkor azt gondolom, hogy ezért akár csodákra is képes, hogy ezeket elérje, hogyha ezek így előtte vannak. Ugye nyilvánvaló, hogy ez ugyanaz, mint tegnap volt, aki megszólalnak, mert szól a telefonnak. Nyugodtan beszélj le.
De valaki biztos ide szeretne jönni a nyári egyetemre, de most akkor eltévedt. De ezek ugye most pillanatnyilag az én meglátásom szerint ezek úgy veszélyben vannak. Tehát, hogyha egy szűkebb társadalmi csoport, vagy valamilyen érdekcsoport diktálja azt, hogy milyen eszmék és ideák legyenek a fejünkben, akkor hát mindenki, és ugye tegnap is erre irányult az, amit mondtak, mindenki elkezdi csak a saját maga önérdekét hajtani. Számomra ez, én tőlem eléggé távol áll, hogy az önérdek szerint működni. Most nem azt mondom, hogy nincsenek saját egyéni céljaim, vagy egyéni érdekeim, de hogy csak az hajtson, az számomra elképzelhetetlen. Tehát, hogy nekem kell és szükségem van olyan ideákra, amelyek egyébként a személyes életemben is hajtanak, és amelyek nyilván valamilyen közösségi léttel függnek össze. De hogyha ez nincs, ez a másik, hogy egy ilyen is hajtsa az embereket, hanem csak az az önérdek, amelyik valaminek a megszerzésére, ugye tegnap azért itt a fogyasztói társadalomról és egyébről is szó esett, valaminek a megszerzésére irányulnak, akkor nem tekinti a többieket, nem érdekli a természet, nem érdekli a többi embertársa, akkor bármikor kihasználható, bármilyen vonulat alá be képes sorakozni, mert egyenként vannak az emberek, és nem összefogva. Tehát úgy gondolom, hogy ezek az eszmék és ideák, amelyik a közös jó felé hajtanák az embereket, ezek veszélyben vannak. És ugyanakkor viszont, hogyha ez a gazdasági önérdek, tehát ez a mindenáron való profitra törekvés, ugye ezeket kihasználja. De ezt nem akarom elmondani, mert itt olyan tudós emberek voltak tegnap, ezt mind elmondták. És amiből meríthetnénk, és ami egyébként példa lehetne számunkra, akkor ha hagynánk, vagy akkor, hogyha nem hagynánk, hogy a gazdaság mondjuk azt is kiszipolyozza, az a természet, mert ugye az állandóan képes a megújulásra. Olyan szerencsés helyzetben vagyunk egyébként, szerintem, amíg mondjuk így a monszun rán nem tör, hogy még 4 évszakban, vagy hogy mi ezen az éghajlatévben 4 évszakban élünk, és ugye ennek állandó tanúi lehetünk. Tehát, hogy ebből is lehetne erőt meríteni, hogy képes állandóan a megújulásra, ugye, ahogy jönnek az évszakok egymás után, és valahogy ugye ebbe beleszoktunk, és ez mellett úgy elhaladunk, hogy ez úgy van, természetesen rendelkezésünkre áll, de azért láthatjuk, hogy bizonyos globális folyamatok azért hatnak arra is, hogy milyen esőzések, meg stb. Milyen éghajlatváltozások vannak. Hogy azért vannak olyan példák is, amikor az embereket valamilyen közös hiedelem vagy idea képes megmozgatni, és képes az erőforrásait összeadásra, mondjuk idézőjelbe kényszeríteni. Arra egy nagyon kedves, nekem nagyon kedves és nagyon meglepő példát hallottam. Fogalmam sincs, hogy a valóságban hogy van. Hagy higgyem azt, hogy ahogy elhangzott a rádióban, én azt úgy hagy higgyem. De mi lehet ezt is így is értékelni, meg úgy is értékelni. Van egy olyan település, úgy hívják, hogy Álmos, nem tudom, ismeritek-e. Kölcsei szülei házasság kötésének helyszíne. Úgyhogy Kölcseinek az életrajzában ez szerepel. És képzeljétek el, hogy ott a falu lakói kitalálták azt, hogy ők a debreceni virágkarneválon fel fognak vonulni, és visznek egy virágkocsit. Hogy annak milyen pegazusok lesznek rajta, hogy lesz rajta Kölcsei, ezt most nem akarom részletezni, annyira én sem hallottam, hogy lesz ez. De ami az érdekes az egészben, hogy hozattak Hollandiából 4000 kardvirág hagymát. De még ez is hagyján, hát volt pénzük, hozattak. Igen ám, de ezt a 4000 kardvirág hagymát el is dugatták. Egyenként mindet ismerik. Őrzik éjjel-nappal a falu lakói, egy beosztva őrzik, hogy azból a 4000 virág hagymából virág legyen, és abból ezt a nagy virág kocsit meg tudják kötni, és akkor az ő falujuk is híres lesz, és észre fogják venni, mert ugye a virágkarneválra rengeteg ember el fog jönni. Tehát, hogy ebben hisznek, és pedig képesek voltak mindent megmozdítani, hogy nekik egy ilyen virágkocsijuk legyen, ami biztos eszméletlenül sok pénzbe kerül.
fogalmam sincs, hogy hogyan fog kapcsolódni ez, amit mondtam, hogy egyáltalán kapcsolódik-e bármihez. Nekem ezek jutottak eszembe, nagyon élveztem, hogy újra, és amikor, mit tudom én, hányszor elolvasom ugye ezt az egyperces, és akkor mindig valami újat fedezek fel benne, mert azért itt az ostor is igen jelentős szereplő a kutyák hajtásában, szóval onnit is lehetne értelmezni, meg innét is lehetne értelmezni. Nekem ez az értelmezés volt az a fejemben, és ebből gondolom ez ad inspirációt arra, hogy pár gondolatot megosszak veletek. Köszönöm.